A biológiai világ sokszínűséget árul elénk a Nyíregyházi Egyetem Tuzson János botanikus kertjében. A sóstói erdő szomszédságában 5,6 hektáron több mint 2500 növényt ismerhetnek meg az ide látogatók. A világ három mamut fenyőjével és rózsakerttel is büszkélkedhet a kert, a pálmaházban pedig az idegen tájak növényei kaptak helyet. Az egyetem botanikus kertje megalakulásának 30. évfordulóján vette fel dr. Tuzson János botanikus akadémikus nevét, aki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét botanikai szempontból európai hírűvé tette. Halálának 75. évfordulója alkalmából tudományos konferenciát szerveztek a Nyíregyházi Egyetemen. 2002-ben vettük föl a nevét, és azért, mert megyénkben Bátorligetet ő fedezte fel, az ott élő jégkorszakból visszamaradt növényvilágot, és tulajdonképpen megyénket botanikai szempontból ő tette európai hírűvé. Ez az elsődleges célja a konferenciánknak. A második része pedig fontos lenne most összefogni az ország arborétum botanikus kertjeinek, hogy egy olyan pályázatot tudjunk beadni, amiben van egy növénycsalád, a sivatag növényei, akik szenvednek, és hát megpróbálunk itt most megbeszélni a kerteknek az életéről, problémáiról dolgokat, hogy miben tudunk egymásnak is segíteni, illetve tudnak nekünk esetleg segíteni. A konferencián kiemelték, Noé újkori bárkái a botanikus kertek. Az elmúlt években még inkább felértékelődött a szerepük. Számos olyan növényfaj található ezekben, amelyek már elpusztultak. Az ország botanikus kertjeiben védett és veszélyeztetett fajok egyaránt megtalálhatóak. A természet viszontagságai ellen menedéket nyújtanak számukra. A konferencián részt vett Tuzson János unokája Tuzson Balázs és dédunokája Tuzson Bence államtitkár, aki köszöntőjében kiemelte, a botanikus kertek a környezetudatos viselkedés kialakításában nagy szerepet játszanak. Van a természet szeretete, a nevelés és a kultúra továbbvitele szempontjából is egy jelentősége. Az, hogy a gyerekeinket hogyan neveljük, hogy elviszük-e egy ilyen kertbe, megmutatjuk-e nekik, és bizony képesek-e a botanikus kertjeink megmutatni saját magukat és a természetet számukra, az hatással van a jövőre is. Hogyha egy gyerek beléphet ide, megnéz egy falevelet, megismer egy fát, megtanulja egy kaktusznak a nevét, annak abból a szempontból is jelentősége van, hogy milyen felnőtt válik belőle. Mert ezekből a gyerekekből lesz majd a jövő felnőttje, és a gyerekek társadalmából a jövő társadalma és jövő Magyarországa. Hogyha ezek a gyerekek szeretik a természetet, szeretik a környezetet, akkor a jövő magyarsága, a jövő Magyarországa is szeretni fogja a környezetet. A több mint 5 hektáros Nyíregyházi Egyetem Tuzson János botanikus kert ebben az évben ünnepli működésének 46. évét.